az aluljárót, többen futottak is, hogy ott lehessenek az első utasok között. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz. A peronoknál a legkisebbek is izgatottan várták, hogy megérkezzen az első szerelvény. A 4-es metró mindjárt közeledik, 2 perc múlva jön, és mindjárt itt lesz. Az egyik közeli iskolából még osztálykirándulást is szerveztek az új metróba. Gondoltuk, hogy amikor délben megnyílik a metró, akkor az első között legyünk, akik átlépik a metrónak a kapuját, és elhoztuk az egyik osztályunkat. Üdvözöljük utasainkat! Ez az M4-es metró. Így köszönti a hangos bemondó az utasokat a 4-es metrón. Az első megállót Tapssal ünnepelték. Minden szempontból, építészetileg, esztétikailag, mindenben nagyon szép, lenyűgöző. Ki akartuk próbálni? Ezért jöttünk. A szerelvények csúcsidőben 2 percenként közlekednek. A 10 állomás teljesen eltér egymástól és a korábbi megállóktól is. Mindegyik teljesen akadálymentes. Van, ahová a természetes fényt is lejuttatták az építészek. Az első utasok közül szinte mindenki fotózott vagy filmezett az aluljárókban. Volt, aki külön túrára indult a vonalon. Azt csinálom, hogy minden egyes megállónál megállok, kiszállok, ugye, és felvételt készítek. És ezt oda-haza, vagy a rokonoknak, vagy a vidékeknek elmesélem, hogy gyorsan jöjjenek fel és nézzen. Ők is. A jövőben várhatóan 16 ezer ember használja majd óránként a vonalat. A keleti pályaudvarnál van Bősze Bernadett. Berni, délben dömegek várták, hogy utazhassanak az új vonalon. Most is nagy még az érdeklődés? Jó napot kívánok, szervusz! Rengetegen jönnek még mindig ide a 4-es metró pesti végállomásához. Akikkel beszéltem, azt mondták, hogy ma kizárólag az új 4-es metró miatt jöttek ide. Munka után egyszerűen úgy döntöttek, hogy elsétálnak az egyik megállóhoz, és még ma kipróbálják, milyen is utazni a 4-es metróval. Az az érzésem egyébként, mikor megérkezik egy-egy metró, mintha egy szerelvényi turista jönne. Mindenki bámészkodik, nézelődik, de hát ez nem is csoda, hiszen elég sok az újdonság. Úgyhogy mindenki csak bíztatni tudok, hogy próbálják ki a 4-es metrót, ezt egész hétvégén ingyen megtehetik, és biztatom a mozgáskorlátozottakat is, ők is bátran kipróbálhatják, hiszen ez az első olyan metró, amelyik teljesen akadálymentes. A mozgó lépcsők mellé összesen 22 liftet építettek a teljes vonalon. Bernadett, köszönjük szépen! A 4-es metró átadásával 40 kilométerre nőtt a budapesti metróvonalak teljes hossza. A főváros első föld alattiát 1896-ban adták át, ami Európa első elektromos föld alatti vasútja volt. A 2-es metrót 1970-ben, a 3-ast 1976-ban helyezték üzembe. Egyetlen vonal sem épült olyan sokáig, mint a most átadott 4-es metró. Tisztelettel köszöntöm az észak-déli metróvonal első szakasza átadási ünnepségén megjelent minden kedves vendégünket. 1976-ban avattak utoljára metrót Budapesten. Akkor több százan vártak a 3-as metró indulására. Szalag átvágással adták át az új vonalat, amit szintén azonnal ki is lehetett próbálni. Nagyon boldog vagyok, hogy én voltam az, aki fogadhattam ezt a metrót. 6 évvel korábban, 1970 tavaszán Moszkvából érkeztek Magyarországra az akkor elkészült 2-es metró szerelvényei. Budapest első föld alatti vasútját 1896-ban adták át, amit a köznyelvben ma is csak kis föld alattinak hívnak. Ez volt Európa első elektromos metrója. A kisföld alattit csaknem 120 évvel ezelőtt 20 hónap alatt építették meg. A ma átadott 4-es metróra több mint 20 évet kellett várni. Még 1992-ben írták ki az első pályázatot a 4-es metró építésére. Az első állomást azonban csak 2004-ben kezdték építeni. Az alagút fúrás pedig 2007-ben indult. Budapest akkori főpolgármestere Demszky Gábor már akkor azt mondta, hogy a legrosszabbakra kell felkészülni. Én nem ígérhetek önöknek mást, mint problémákat. Ezt követően folyamatosan módosult a 4-es metró várható befejezésének időpontja. Többször jelentették be, hogy csúszik a beruházás. A metró beruházás első szakasza 1 éves késésben van. A költségek folyamatosan emelkedtek, 2004-ben még 195 milliárd forinttal számoltak, a teljes beruházásra végül több mint 452 milliárd forintot költöttek.
Az állami számvevőszék vizsgálatot is indított a 4-es metró ügyében. Az iskola példája annak, hogy hogy nem szabad egy ilyen beruházást elkészíteni. Ezt mondta az ÁSZ akkori főcsoport főnöke a vizsgálat lezárása után 2010-ben. Az derült ki ugyanis, hogy a beruházás átgondolatlan volt, és Budapest számára előnytelen szerződéseket kötöttek. Metropolitizálás helyett metróépítést folytattunk. Tarlós István Budapest főpolgármestere a 4-es metró mai átadóján azt mondta, az elmúlt 4 évben újra tárgyalták a szerződéseket, amivel több 10 milliárd forintot szereztek vissza a fővárosnak. A 2010-ben hivatalba lépő új vezetésnek milyen emberpróbáló harcot kellett folytatnia, hogy a félkész állapotban itt hagyott metró korábban kötött szerződéseit korrigálja, életre keltse, gyakorlatilag megmentse és befejezze a projektet. Mostantól Budapesten tehát már 4 metróvonalon lehet közlekedni. A milleniumi kisföld alattin, a várost kelet-nyugati irányba átszelő 2-es metrón, az Újpestet Kőbányával összekötő 3-as vonalon és az új 4-es metrón. A budapesti föld alatti vasútvonalak teljes hossza most már 40 kilométer. A közvéleménykutatások szerint a második legnagyobb párttá vált a Jobbik, mondta a vonal.